tanácsadó irodát nyitott Veszprémben a VOSZ, amely főleg a kis- és középvállalkozókat szeretné segíteni. Az iroda lehetőséget biztosít a személyes kapcsolattartásra vállalkozókkal. Sokféle szolgáltatásuk közül a legfontosabb a vállalkozásfejlesztés és a tanácsadás. Elnök úr, úgy lettem észre, hogy nagy örömmel jött a mostani avatásra. Ez ugye most Veszprém vármegye. Mi a helyzet az ország többi részén? Hát egy országos stratégia és egy országos program részeként vagyunk ma itt Veszprém vármegyében. Egész konkrétan egy vállalkozások, munkáltatók országos szervezetének, a VOSZ-nak egy irodájának, vármegye irodájának a megnyitásán. Elsőre ez nem hangzik olyan nagyon erős mondásnak, de ha ezt elhelyezzük egy kicsit szélesebb összefüggésben, akkor azt gondolom, hogy érthetővé válik, hogy egyrészt miért van öröm bennem, és miért kezelem nagyon pozitívan ezt a mai ünnepséget. Egyrészt a VOSZ 36 éves szervezet, 25 évvel ezelőtt, mikor Demján úr örökös elnökünk átvette a VOSZ irányítását, akkor azt mondta, az a társadalmi szervezet, amelyik csak Budapesten létezik, az nem egy országos szervezet, az nem tud országos hatáskörrel működni, és akkor elindította pont 25 évvel ezelőtt a vármegyei szervezetek, akkor megyei szervezetek elnökségek létrehozását, és innentől kezdve egy szélesebb alapokra helyeződött a VOSZ tevék, országossá vált, és most 25 év elteltével, úgyhogy a VOSZ egy nagyon szép fejlődés pályát írt le. És rengeteg tudás, tapasztalat és egyébként források is felhalmozódtak a VOSZ köreiben. Azt gondolom, hogy van egy belső kényszer, hogy ezt hasznosítsuk alapvető küldetésünknek megfelelően a vállalkozások segítésére, ez kötelességünk. A másik oldalról, külvilágból pedig a külvilág változása olyan kihívások elé állítja a vállalkozásokat, bennünket is, hogy a kényszer is megvan, hogy szintet lépjünk. És ne csak társadalmi szervezetként, ne csak vármegyei elnökséggel, hanem egy olyan komplett eszközrendszerrel, amihez hozzátartozik a sikertermékünk, a Széchenyi Kártya hiteltanácsadás, de hozzátartoznak minden olyan a vállalkozások életét érintő kérdés, munkaerő, energia, források biztosítása, menedzsment felkészültség, amit nem lehet csak a központból, és nem lehet csak az online világon keresztül átadni. Ehhez ott kell lenni a helyszínen. Mi hiszünk abban, hogy az online világ mellett nagyon hosszú ideig az üzleti kapcsolatokat, a gazdasági kapcsolatokat, a személyes kapcsolatok, a személyes találkozások, az emberi kapcsolatok, a bizalom fogja éltetni és előrevinni, az pedig nem lehet másképp, csak az ember fizikailag jelen van, lehetőleg megfelelő helyszínen, megfelelő infrastruktúrával. Veszprém megye egy kitűnő helyszín, mert egy progresszívan fejlődő megye. Jó itt részese lenni ennek a gazdasági fellendülésnek, pezsgésnek. Jó az egyetemmel való együttműködésünk, tehát egy kitűnő helyszín arra, hogy többet tegyünk eredeti küldetésünknek megfelelően a vállalkozások sikereért. Az élet rákényszerít bennünket. A mai világban sokkal nehezebben igazodik el bárki ebben a feje tetejére állt környezetben, és sokkal inkább szüksége van arra, hogy adjanak tájékoztatást, adjanak orientációt és segítség, ne csak elméletben, hanem konkrét feladatok, konkrét eszközrendszere. Ezért a szolgáltatások bővülése, ezért a vállalkozás fejlesztési program, aminek a hiteles képviselője az adott vármegyében, itt Veszprémben a VOSZ irodája. És a VOSZ irodában olyan szakemberek kellenek, akik azért a vállalkozók rengetegféle kérdésére választ tudnak adni. Vannak felkészült szakemberek? Van, hát így indulunk, és így választottuk ki a kollégákat. Folyik egyébként magas szinten a Széchenyi Kártya hiteltanácsadás, legerősebb szolgáltatásunk, de olyan kollégákat vettünk fel, akik alkalmasak vagy a feladatok ellátására, ami ezt persze képzés-felkészítés is tartozik, vagy minimum arra, hogy a megfelelő szolgáltatásokat, amiket mi előkészítünk, azt rendelkezésre bocsássa a szakemberek bevonásával. Nem tudunk mindenhez érteni. Egy fontos, a kollégáink, akik itt vannak, mosolyogjanak, nyitottak legyenek, a vállalkozások ügye számukra fontosabb legyen, mint bármi más, és akkor azt gondolom, hogy egy jó alapot tudunk teremteni arra, hogy itt egy erősebb gazdaság épüljön a VOSZ részvételével. És hát ugye azt kell hozzá, hogy a kis- és középvállalkozók beismerjenek jönni? Ez fontos. Tehát azt, hogy átvezetjük a nénit az zebrán, mikor nem akar átmenni, ezt mi nem akarjuk. De azt, aki érzi, hogy szüksége van rá, igénye van rá, és
kellő nyitottságot mutat legalább addig, hogy bejelentkezik és eljön, azt mi nagyon szívesen fogadjuk, és közösen keressük a megoldást az adott problémára, feladatra, adott kihívásra, de kell hozzá a másik fél is, ez egy oldalon nem működik, mi itt vagyunk. Tehát ezzel az irodanyitással szeretnénk jelezni, mi készek vagyunk, mi nyitottak vagyunk, rendelkezésre állunk egy komoly eszköztárral, tudással, tapasztalattal és nyitott közreműködő kollégákkal. Ugye rengeteg kis és középvállalkozó él és dolgozik az országban, miközben azért azt tudjuk, hogy rengeteg nehézséggel kell megküzdeniük. Mi az ön tapasztalata? Megbirkóznak a vállalkozók ezzel a nagyon sok kihívással? Igen. Azt gondolom, hogy az elmúlt 4-5 év semmi másról nem szólt, mint a válságok egymás utáni sorozatáról, a Covid-tal, a háborún, az energiaválság, az infláció és nagyon-nagyon sok minden. Tehát nagyon embert próbáló és vállalkozást próbáló időszak van mögöttünk. Nem végleg, meg még előttünk is vannak problémák. Egyet azért bizonyítottak a magyar vállalkozások, a többsége. Ugyanis mindennyi válság után, ennyi probléma után is igazából a vállalkozások stabilak maradtak, nagy része, tehát messze nem volt felszámolási hullám, ami várhatna az ember ilyen válságsorozat után, tehát ütésállóak, válságállóak, felkészültek ilyen helyzetek kezelésére, és készek arra is egyébként, hogy fejlődjenek, beruházzanak. Ahhoz most jelenleg a piaci üzenetek, azok hiányoznak még, de készülni kell erre. Van azért egy fontos kérdés, a vállalkozásoknak menet közben azért lépést kell tartaniuk a tudással, új információkkal. Ebben is vállalunk részt a képzéssel, oktatással, menedzserek felkészítésével, és egy nagy kihívás előttünk, hogy az első generációs vállalkozók, tulajdonosok utódlása, családon belül, baráti körül, menedzsmenten belül, hogy történjen, ennek is segítünk a vezénylésében, illetve az induló vállalkozások első 5 évében szeretnénk ott lenni, mert akkor a legsebezhetőbbek, és akkor van leginkább szükségük arra, hogy egy tapasztalt, erős partner mellettük legyen. Ezek a feladatok előttünk vannak, de a vállalkozások többsége stabil és erős, és képes a következő évek kihívásaira megfelelő válaszokat adni. Ez a most felavatott vállalkozási iroda, azt gondolom, hogy a nagy örömet fog okozni az összes vállalkozónak, de gondolom főleg a kis és középvállalkozásokra számítanak. Mindenképpen ugye a vállalkozás méretével egyenesen arányos, vagy fordítottan arányos az a segítség, amit nyújtani kell nekik ahhoz, hogy a piacon életben maradjanak. Azért a mostani jelenlegi viszonylag nehéz gazdasági helyzetben mindent meg kell tennünk azért, hogy olyan skillekkel próbáljuk meg a felvételzni a vállalkozókat, amik segíteni fogják az ő munkavégzésüket, a digitalizációtól kezdve a különböző egyéb vállalkozásfejlesztési tanácsadásokon keresztül az ESG-vel kapcsolatos dolgok, és nem a Széchenyi kártya most már itt is elérhető lesz. Mi az ön tapasztalata, a Veszprém vármegyei vállalkozók mennyire aktívak, mennyire jönnek? Én azt mondom, hogy egyre aktívabbak. Én nagyon várom azt, hogy még aktívabbak legyenek, és hogy még többen csatlakozzanak hozzánk, mert minél erősebbek vagyunk Veszprém megyében, az érdekvédelmi erőnk annál jobban megmutatható, de ide az is eljöhet, aki még csak azon gondolkodik, hogy tagunk szeretne lenni, és mindenkit ellátunk tanácssal, és mindenkit segíteni fogunk. A legtöbb vállalkozás életének középpontjában a pénz áll, és hát gondolom jönni fognak tanácsokat is adni. Jöhetnek ilyen befektetések miatt is? Természetesen. Tehát rengeteg, tehát mindenhez nem fogunk mi magunk érteni, de kiválasztjuk azokat a megbízható tanácsadókat, akik adott esetben segítséget tudnak nyújtani. Tehát hogyha valaki olyan tanácsadást szeretne, hogy miből fektesse, miből, arra is fogunk tudni megoldást adni. Nyilván, hogy nem a helyi irodavezető fog mindenben ügyes lenni, mert olyan nincs, hogy valaki mindenhez ért. De azt, hogy megtaláljuk záros határidőn belül, egy-két napon belül azt a tanácsadót, aki ebben segíteni tud, azt tudom ígérni. És hogyha valaki azt szeretné, hogy maga az elnök úr adjon tanácsot, arra is van lehetőség? Természetesen, egyrészt nagyon sokan tudják a telefonszámomat, tehát Veszprém megyében ez két telefonnal kideríthető. A másik oldalról az irodám is itt van nagyjából egy 50 méterre, tehát én is gyakran meg fogok itt fordulni, tehát hogyha valaki tőlem kér tanácsot, természetesen segíteni fogom, amikor Veszprémben vagyok.
egy másik vállalkozásuk is a közelben van, egészen közel, ez a Melodiák. Ez véletlen, vagy ezt akarattal tervezték így? Aki régebb óta követi az eseményeket, az tudja, hogy itt régen, nagyon régen volt Melodiák iroda ebben a helyiségben, aztán volt egy ilyen nyugdíjas iroda, tehát ahol a nyugdíjas munkalehetőségeket segítették, és most, mivel ezek mind nagyobb helyre költöztek, ezért most egy vállalkozásfejlesztési irodaként működik ez, tehát hogy nagyjából nem véletlen az, hogy most ezen a helyen van a vállalkozásfejlesztési irodánk. És az véletlen, hogy éppen most nyílt meg, vagy ennek azért van valamiféle konkrét oka? A konkrét ok az, hogy azt látjuk, hogy egyre több igénye van a vállalkozásoknak arra, hogy különböző tanácsadásokkal segítsük őket. Tehát itt a nyakunkon az EU által megkövetelt ESG, az energiával kapcsolatos hatékonysági kritériumok is olyan széles körűek, hogy van, aki nagyon drágán veszi az áramot, vagy nagyon, nagyon sokba kerül neki az energia, és ezeket mind-mind megpróbáljuk megoldásokkal, olyan megoldásokkal, ilyen költséghatékony megoldásokkal csökkenteni, ami mindenkinek jó, és emellett számos olyan új termékünk, szolgáltatásunk van, amit a helyszínen is be tudunk mutatni, akár a Vosport, ami ilyen különböző applikációkat gyűjtött össze egy felületre. Ezeket elérhetik a vállalkozások, és így költséghatékonyan, hogy nagyon sokszor ingyen elérhetik ezeket a programokat, tehát a kezdő és kis vállalkozásoknak nem kerül pénzükbe az, hogy el tudjanak kezdeni vállalkozni. Egy igen fontos termékük a Széchenyi kártya. Gondolom, hogy a továbbiakban is számítanak arra, hogy a vállalkozók élénken fognak ezután érdeklődni. Igen, a Széchenyi kártyát a Kamara és a VOSZ hozta életre. Több helyen van Veszprém megyében és a Veszprém városában is elérhető. Innentől egyre több helyen lesz elérhető, mert ebben az irodában is segítjük a partnereket, hogy hozzájuthassanak. Mi az ön tapasztalata a vállalkozóknak? Igazából ötlet kell segítség szinten, vagy inkább az anyagi segítség? Szerintem mind a kettő fontos. Én azt gondolom, hogy az anyagi segítség már egy adott élethelyzetben segítség, tehát akkor, amikor a vállalkozó tudja, hogy mi a problémája, és arra látja azt, hogy milyen segítséget jelentett egy adott beruházás, vagy akár egy likviditási problémát megoldani. Még az általános tanácsadás az általában egy olyan probléma megoldását kell, hogy jelentse a részünkről, ami még nincsen teljesen körülhatárolva, tehát nem látja ő sem, hogy mi a megoldás.